1831-ben az akkor 22 esztendős Darwin a brit korona megbízásából 5 éves kutató expedícióra indult a Beagle nevű vitorláshajó fedélzetén. Angliából indulva és Dél-Amerika déli csücskét megkerülve a hajó északnak vette az irányt a csendes óceán vulkanikus eredetű Galapagos szigetei felé. Az Ecuador nyugati partjaitól 600 mérföldre található érintetlen szigetvilágban Charles Darwin olyan különleges madár, hüllő és emlős fajokkal találkozott, amilyeneket soha nem látott azelőtt. Több mint egy hónapig tanulmányozta a növény- és állatvilágot, példányokat gyűjtött és jegyzetelt, majd elhajózott és többször nem tért vissza. 25 évvel később kidolgozott egy elképzelést arról, hogyan jöhettek létre az élet változatos formája a Földön. 1859-ben jelent meg Darwin a Fajok eredete című könyve, amely a tudományra és végső soron az egész nyugati kultúrára drámai hatást gyakorolt. Darwin úgy vélte, hogy az életformáit csupán vak természeti erők hozták létre, az idő, a véletlen és a természetes kiválasztódásnak elnevezett folyamat. Darwin előtt 2500 éven keresztül a legismertebb tudósok és filozófusok, olyan gondolkodók, mint Platon, Newton vagy Kepler, úgy vélekedtek, hogy a világ valamiféle tervezés eredményeképpen létezik. A természetes kiválasztódás darwini gondolatával azonban gyökeres fordulat állt be a tudomány filozófiában. Evolúciós elképzelést már más is megfogalmazott Darwin előtt, de ő volt az első, aki hihetően hangzó javaslatot tett arra, hogy milyen természeti folyamat eredményezhet hosszú idő alatt. Charles Darwin egy hatalmas fához hasonlította a Föld élettörténetét. A fa töve szimbolizálja az első élősejtet, az ágak pedig az új, egyre összetettebb létformákat jelképezik, amelyek állítólag az első primitív szervezetből fejlődtek ki. Darwin azt próbálta megválaszolni, hogyan jöhettek létre az élet fájának ágai. Megpróbálta szemléltetni, hogyan változtathatta meg a természetes szelekció a létező szervezeteket, létrehozva a Földet benépesítő változatos növény- és állatvilágot. Ám amikor a fa tövéről esett szó, ami az első feltételezett élőlényt, az első sejtet jelképezi, Darwinnak nem sok mondani valója volt. Valójában a fajok eredetében még csak ki sem tért arra a kérdésre, hogyan jöhetett volna létre az élet élettelen anyagokból. Amit mégis tudhatunk Darwin ezzel kapcsolatos gondolatairól, a Joseph Hooker nevű kollégájának írt levele árulja el. Ami az első élőlény létrejöttét illeti, ha elképzeljük, és ez bizony nagy ha, hogy egy melegvízű tavacskában, amelyben előfordult mindenféle ammónia és foszforsó, miközben fény, hő és elektromosság is rendelkezésre állt, akkor kémiai folyamatok révén létrejöhetett egy összetett fehérje, további bonyolult változásokra készen. Ma egy ilyen anyagot azonnal felfalnának, de talán nem ez volt a helyzet az élőlények kialakulása előtt. Utolsó éveiben Darwin nem sokat törődött azzal, hogy továbbfejlessze ezt az elképzelését, mely szerint az első primitív sejt egyszerű vegyületekből alakult ki a Föld ősi vizeiben. Később Alexander Oparin orosz tudós részletes elméletet dolgozott ki, hogy ez miként történhetett volna meg. Ezt a folyamatot kémiai evolúciónak nevezték el. Oparin úgy gondolta, hogy a darwini elvek alapján képes lesz megmagyarázni az élet első megjelenését. Elképzelése szerint az egyszerű kémiai elemek újra és újra összekapcsolódtak, és nagyobb molekulákat hoztak létre. Aztán ezek a molekulák véletlenszerű változások és természetes kiválasztódás révén sejtődtek.